A kisebbségek jogaival és kisebbségvédelemmel foglalkozó határozat tervezeten dolgoznak az RMDSZ-EP képviselői. Minkler Gyula szerint javaslatuk sorsa fokmérő lehet. Az Európai Parlamentben egy frakcióközi csoport foglalkozik a kisebbségi ügyekkel. Tagjai, köztük az RMDSZ-EP képviselői, több hónapja dolgoznak egy határozattervezeten, amelyet a tervek szerint még decemberben a parlament plénuma elé terjesztenek. Ez a határozattervezet a kisebbségi közösségek jogaival és a kisebbségvédelemmel foglalkozik, olyan megközelítésben, hogy azokat a jogokat, azokat a kérdéseket tartalmazza, amelyek nyilvánvalóan uniós kompetencia körbe tartoznak, például a soknyelvűség, az anyanyelv használat, a kultúrához való jog, a diszkrimináció ellen való fellépés és a pozitív diszkriminációhoz való jog a kisebbségek esetében. Egy tartalmilag támadhatatlan határozatot próbáltak megfogalmazni. 2008-ban ugyanis volt egy sikertelen próbálkozásuk, akkor a parlament bürója utasította el a tervezet előterjesztését a plénumba. Winkler Gyula híradónknak azt nyilatkozta, a jelenlegi határozattervezet fokmérője lesz annak, hogy a többség hajlandó-e tudomást venni a kisebbségi kérdésekről.